Üdvözlök ismételem mindenkit! Na, látható fegyverséggel megyek valamerre. Egyet a nyúl felé megyek. Ezt tudom, hogy kb. Erre kell menni. Ez a lényeg, itt mindig van valami. Az látnak nagyon sok fa. Tömbölt régebben. Nagy valószínűséggel. Szállások, tanyák lehettek. Is van útba. Látható ilyen lekombályozott buza. Nincs még felekézve, vagy leszántva. Látható sárga föld. Leöntötte valaki, nem kellett neki. Ezt a jó sárga föld. Jó lett fel tapasztani. Tovább is megyek. Látni, mi is történt. Pont az út közepére. Bejöntenek az, hogy nem bírta volna széttúrni. Nem is az a fontos, hogy itt is van. És az a legfontosabb, hogy mindig megvan a napi munka. Mit is akar ledolgozni, ezt le kell dolgozni, pénzt kell szerezni, attól függően mit is, mivel akar gazdálkodni. És itt van, mindenki keresi a pénzt, és aztán nem szabad semmilyen tévét, kábel tévé, egyéb más multimédiás tartalmat nézni, mert ez bűn. Nem bűn, hanem, hogy is hívják, egészségtelen dolog. Helyette többet mozogni, futni, egyéb más programokban részt venni. Úgy kell egy napirendnek történnie. Elmegy, ledolgozza az órákat. Attól függ, hogy mit is csinál, miért van a kívánt pénzszükséglet. Úgy érzi, hogy meg tud élni. Nagyon sokan a biztonságra mennek. Nincsen semmiféle kockázat. Aztán kapnak alacsony fizetést. Akarnak pillanatban rádolgozni. Tudjára nagyobb százalék nem szokott. Megkapja, hogy elég. Meg törjen még több pénzük. Mindegy, még van a pénz, szalidőt, nem, kábel, tévé nézése, meg egyéb más multimédiás tartalmak nézésére kell fordítani az időt, hanem több pénzszerzésre, mindig több pénzt keresni. Tehát, például más, ahova elmenni, mert túlórázás nem nagyon jó megoldás, helyette például itt is lehet itt csinálni környéken. Nagyon sokan elmennek betonozni, falat bepucolni, nem is nehéz. És utána kell nézni, meg lehet tanulni. Könnyedén bele lehet jönni, és meg van oldva a probléma. Már is több a pénz, mint hogy túlórából menj. Maximum össze lehet szenni olyan 5 számom, itt nagyon rossz a helyzet, ahol én élek. Túlórában épp, hogy addig kapnak olyan 55 vagy 5000 dinárra kapnak többet, és megérte olyan 3 óra hosszát túlórázni. Úgyis a munkaidő attól függ, hogy mit is csinálnak. Hát nem. Olyasmiből kell pénzt keresni, amit meg lehet élni. Könnyedén, ami az éppen ért. És pont itt jön a lényeg a videónak. És képzelje el önmagát, megvan minden, túlórázik. Egy nap dolgozik olyan napi 13 óra hosszát, tudórába együtt, hazaér, mi az első dolga, nyilvánvalóan eszik, főz, és tovább mit is tesz, nézi a kábel tévét, és nem kellene kábel tévét néznie, egyszerűen nem bír a maga az agy fejleszteni, mit is kell csinálni. Ha pedig aludna,
ők pedig elgondolkoznak azon, hogy mit is kellene tenni. Minél magasabb, ha váljon az agy. És itt van a lényeg, a kreativitás. Most lesz a tévé, ami nem valós kép, hanem virtuális helyzeteket él át. Nagyon káros mindenki számára, hiszen a felnőttek számára is, gyerekekre még jobban. Én tőlem múlna valakilyen vacak bajnoksági kábel TV szolgáltató, aki abból gazdagodott meg, hogy régebben ilyen rengeteg gyermekek reklámozta, hogy a gyerekeknek kábel TV-t kell nézniük. Jó tanultál, 5 hónapot kapsz ingyen. Én szerintem maga gyermeknek már újabban vannak ilyen, hogy 9 rosszát néznek 7-től 15 éves korig, ami nagyon káros hatásai vannak neki, hogy nem volna szabad semmilyen tartalmakat, és szerintem ilyen cégek vannak, akik így reklámozták magukat, még akkor nem ment olyan jó nekük, mint most. Szerintem olyanokat meg kellene büntetni, be kellene perelni őket, hogy műveltet, aztán meg csodálkoznak nagyban, hogy kint vannak külföldön, dolgoznak ilyen gyárba, kreatított munkásként. Nem is csoda rajta. Gyermekként nem tudtak az agyszintüket fejleszteni, nem tanultak, hanem csak állandóan tévét néztek, interneteztek, játékokat játszottak, egyéb más tartalmat, ami végén az agyuk fejlődési szintjére ment el. Egyszerűen csinálnak egy, megnyomnak egy pár gombot, megvan 12 óra hossza, kibírnak, egy helyben állnak, aztán meg mit csinálnak? Vesznek kész kaját, általában, akiket visszahallottam, és aztán néznek filmeket, egyéb más multimédiás tartalmakon élik ki magukat, és ez erre vezethető vissza, hogy maga a tévé káros mindenki számára, hogy nem úgy kell gondolkozni, hogy elmegyek dolgozni, van fix állásom, az lenyomok pedig 24 óra hosszát, kapsz 10 vagy 20, legjobb esetben 20%-a többet, vagy élek vagy annyival se többet, 20%-a talán kapsz ráadást. Nem lehet tudni, hogy mi is van. Egyszerűen dolgozni kell, és nem szabad semmilyen tévét, semmilyen multimédiás tartalmat nézni, mert mind ez a hatalmi szerzeteknek a műve, aki arra megy ki a játék, hogy minél kevesebb, minél butábbak legyenek, annál jobban dolgozzanak. Ezért a jelenben vonálnak, van családtagjai, fogják meg és dobják ki a tévét a szemétbe, minden egyéb más multimédiás tartalomtól szabaduljanak meg, főleg ilyen kábel tévétől, meg ilyen tévé, az már fölösleges, ott van maga az internet, ami van hasznos, meg haszontalan dolgok is vannak rajta. Ennyi lett volna a videóm lényege. Köszönöm a figyelmeteket, ismételen szavasszok!